Emléket állítanak a Jakó házaspár tiszteletére. Sziklakertet alakítottak ki a Váci Mihály utcában. Megemlékezést tartottak a Görbe utcai emléktáblánál. Országos döntőre készülnek a DKS röplabda szakosztályának fiataljai. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják, ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Városunk egyik legelismertebb házaspárjának emléke előtt tiszteleg a temetői kopjafánál hamarosan felállított emlékmű. A Jakó házaspár munkásságának elismeréseképpen Barta Endre alpolgármester bejelentette, hogy egy Nyitrai Mihály által faragott kopjafával állítanak nekik emléket. Ahhoz, hogy Dunajváros az a település legyen, amelyet ma is ismerünk, rengeteg ember áldozatos és fáradhatatlan munkájára volt szükség. Az évek során számtalan olyan személyt ismerhettünk meg, aki valamilyen módon pozitívan hozzájárult a város vagy a városlakók életéhez. Ilyen volt Jakóné Fekete Teréz, illetve Jakó Pál is, akik előtt kopjafával tiszteleg a városvezetés. Azt gondolom, hogy Jakó házaspárt nem kell bemutatni a dunajvárosiaknak. Jakó Pali bácsi és Jakó Fekete Teréz volt ez, akinek a tanításain rengetegen felnőttek, és rengeteg olyan dolgot tettek ezért a városért, amiért azt gondolom, hogy külön is meg kell emlékezni róluk. Terike néni 2019. decemberében hunyt el, és az ő búcsúztatóján tettem egy olyan ígéretet, hogy létre fogunk hozni egy olyan kis emlékhelyet, ahol azok, akik számára fontos volt az ő munkásságuk, mindig meg tudnak róluk emlékezni. Akkor tavaly ugye a pandémia egy kicsit közbeszólt, de természetesen nem feledkeztünk meg róluk, és itt a temetői kopjafánál lesz majd egy kisebb kopja, egy kisebb emlékező hely. Az alpolgármester elmondta, az emlékek felidézése és ápolása a közös feladatunk. Ki emlékezzen meg a fontos személyekről, hogyha nem mi. Tehát gyakorlatilag ez nem csak egy arra egy alkalom, egy lehetőség, hogy ide azok az emberek jöjjenek el, akik számukra fontos volt, hanem tovább tudjuk vinni az örökségüket, hiszen ez a mi feladatunk. Ők átadták nekünk, mi pedig adjuk át másoknak, csak így lehet az emléket megőrizni, már pedig nagyon bízom benne, hogy Dunajváros ugyan 70 éves, sőt Pentele még ennél is sokkal idősebb, de hogy lesz jövőnk is, és nagyon bízom benne, az én gyerekem is tudni fogja, hogy ki volt a Jakó házaspár. Nyitrai Mihály, az emlékmű készítője elmondta, amikor a városvezetés megkereste az ötlettel, azonnal igent mondott. Hozzátette, a készülő emléktervei még kialakulóban vannak. Hát én általában, mivel eredetileg népi iparművész vagyok, de nem másolom a régi dolgokat, hanem abból kiindulva próbálok valamit, ami a mai kornak is ad egy üzenetet, ami mai kornak megfelel. Hát egyelőre ilyen van bennem, tehát még nem láttam a fát, tehát ez az elképzelés, hogy nagyon sok dolgomat így csinál. Természetesen van olyan, amikor kérnek valami hagyományosat, mondjuk egy kopjafát, ott természetesen azt csinálom meg, de ilyenkor most egy kicsit el vagyok engedve, a fantáziámra van bízva ez a munka, és hát majd így menet közben alakul. Jakóné Fekete Teréz 2019. decemberében, Jakó Pál 2013. szeptemberében hunyt el Dunajvárosban. Életútjukat, településünkért végzett munkásságukat a város hivatalos weboldalán olvashatják az érdeklődők. Közösségi sziklakert épült a Váci Mihály utcában. A helyszínen Barta Endre önkormányzati képviselő elmondta, bízik abban, hogy a lakókkal együtt közösen tudják majd szépítgetni mind a kertet, mind a városrész más pontjait. A város látképe szempontjából nagyon fontosak a különféle kertek, zöld területek. Megfelelő gondozással nem pusztán szép látvány lehet a virágok, díszek sora. Közös munkával igazi közösségi eseményé, céllá is válhat egy-egy terület szépségének fenntartása. A római városrészben az egykori elkerített tó helyén készült el egy sziklakert, amelyről Barta Endre árult el részleteket. Egy közösségi sziklakertnél vagyunk, és nem véletlenül használom ezt a szót, hogy közösségi, hiszen jól emlékszünk rá, hogy itt volt egy ilyen kis tóféleség, amit az itt lakók segítségével megszüntettünk, és most sikerül egy
Én azt gondolom, hogy egy méltó kis sziklakertet varázsolni ide, ezért én nagyon hálás vagyok. Viszont, hogy miért is van ez a közösségi szó, ez később nagyon szeretném azt, hogy csatlakozzanak újra ugyan a lakók, tehát ezt közösen tudjuk majd szépítgetni, lehet ide egy kis virágokat hozni. Én magam is így fogok majd tenni, és erre buzdítok többeket is. Fontos azonban elmondani, hogy mielőtt itt bárki külön ültetgetésbe kezdene, én azt szeretném, hogy vegye fel a kapcsolatot vagy velem, vagy pedig a főépítészeti irodával, és biztos, hogy meg fogjuk találni azokat a dolgokat, mert tényleg egy ilyen együtt tesszük majd csodálatossá itt ezt a mögöttem lévő területet. A képviselő kiemelte, a sziklakert mellett más munkálatok is zajlanak a körzetben. Elindul a zárt kutyafuttató építése, illetve több köztéri bútort helyeztek már el a lakók kérésére. A héten elindul a zárt kutyafuttatónak a felmérés, ugye már megtörtént, megszületett a döntés, de most már tényleg úgymond az alapkőletétel is, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy egy-két héten belül már meg maga az egész igénybe vett, hogy a lakók is, illetve a kedvence is igénybe tudják már venni. Voltak padfelújítások, illetve ezek folynak is. Szintén közösségi munkával szeretném majd egy ilyen kis festegetést itt a régi padokat még így rendbehozni, azokat a munkákat, amiket kellett, ezt a DVG elvégezte, de például pont itt a Váci Mihály utcában is vannak olyanok, amiket majd csak le kell festeni. A képviselő hozzátette, megszűnik a körzet egyik legsúlyosabb problémája. Kijavítják az Apácai Csere János út, Vasmi út, illetve a Martinovics Ignác utca által keresztezett megsüllyedt járdaszakaszt is. A Dunaújváros alapítóinak egyesülete megemlékezést tartott a Görbe utcai emléktáblánál. Az eseményen beszédet mondott Kóbor Etelka, az egyesület elnöke, majd közösen elhelyezték a koszorút a város születésnapja alkalmából. Idén 70 éves Dunaújváros, ennek apropóján több esemény keretein belül is megemlékeztek már szeretett településünk városá alapításának évfordulójáról. A Dunaújváros alapítóinak egyesületének tagjai is tisztelegtek a Görbe utcai emléktáblánál a városépítők előtt. Emlékszek kiskoromból, hogy amikor már szüleim biztonságosnak ítélték a várost, elhoztak engem ide iskolába. A nagy szocialista városba, amiről még a tankönyvekben is írtak. Ennek köszönhetem, hogy élőben láttam Gagarin, Csolohovot, Szukarno indonéz államelnököt, Kodály Zoltánt és még sok neves embert. Azt gondolom, hogy az itt lévők közül is sokan mondhatnák el ugyanezt. Kóbor Etelka az egyesület elnöke beszédében elmondta, ők leginkább már csak kívülről figyelik az eseményeket, a stafétabotot átadták a fiatalságnak, de tanácsaikkal, meglátásaikkal továbbra is segítik a városlakókat. Nyugdíjasként továbbra se pihentünk, 2000-ben létrehoztuk a Dunaújváros alapítóinak egyesületét. Ez segített nekünk a kulturális fejlődésben, az egymással a régi városépítőkkel való kapcsolattartásban. Továbbra is segítettük tanácsainkkal a fiatalokat, és kivettük részünket a Dunaújvárossal kapcsolatos hagyományok megőrzésébe. Az esemény után az egyesület tagjai és az érdeklődők a Bartók Kamara Színház mögötti területen kötetlen beszélgetés keretein belül idézték fel a város történetét. Hivatalos honlapján jelentette be a hírt a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapata, hogy Németh Péter a 2021-22-es szezonban is Dunaújvárosban folytatja pályafutását. A mindig őszintességéről, szókimondásáról híres csatár sorozatban 7. szezonjára készül a Dabnál, ahol az elmúlt években 257 alkalommal lépett pályára, összesen 80 pontot szerezve. Mint ezt a 32 éves csatár elmondta, úgy érzi, hogy fizikálisan és mentálisan is tud még segíteni a csapatnak az új szezonban. Országos döntőre készülnek a DK-s röplabda szakosztály utánpótlás játékosai. Az U21-es csapatedzője Kövesi Balázs nagy reményekkel vág neki a végső megmérettetésnek, egy sikerekben gazdag menetelést követően. Mint arról már korábban beszámoltunk, a felnőtt röplabdázók számára már befejeződött a szezon, de a fiatalok küzdelmei még nem értek véget. Az alap, illetve a középszakasz során minden mérkőzést megnyertek a DKS-e akadémistái, így nagyon jó formában várják a döntőt. Én személy szerint nagyon izgatottan várom ezt a hétvégi találkozót. Mind a csoportmeccseken, mind az elődöntőben 100%-ot tudtunk nyújtani. Ezt a mérleget szeretnénk megtartani is, veletlenül megnyerni ezt az egész tornát, és szeretnénk feltenni az írapontot. A csapat edzője, Kövesi Balázs elmondta, egyértelműen győzelem reményében lépnek pályára, viszont figyelmeztette a játékosait, hogy a veretlen sorozat ellenére is szükség van a további koncentrációra. Tulajdonképpen az alapszakaszba, illetve középszakasz elődöntők során lejátszottunk összesen 19 mérkőzést. Ezek között a mérkőzések között játszottunk többek között Kaposvárral, Barcikával, Egri
csapattal, Kecskeméttel. Szerencsére veretlenül vettük eddig az akadályokat, és igazából veretlenül megyünk neki az országos döntőnek, ami azt gondolom, hogy egy nagy pluszt is adhat, viszont azért mindenképpen oda kell figyelni itt a fináléba arra, hogy ez ne hátrányként szerepeljen, vagy jelenjen meg. Kövesi Balázs hozzátette, a Debrecen, illetve a Szolnok csapatával mérkőznek majd meg a csoportkörben. 6 csapatos lesz az országos döntő, amit Kaposváron rendeznek meg. Igazából 2-3-as csoportot alakított ki a Röplabda Szövetség. Mi a Debrecen és a Szolnok csapatával kerültünk egy csoportba. Igazából onnan majd a csoportgyőztes pihen egyet szombaton délelőtt, délután már az elődöntőbe játszik a csoport első, bízom benne, hogy mi leszünk azok, és vasárnap kerülnek megrendezésre a helyosztók. Az edző kiemelte, mindenképpen jó hír, hogy a csapatok egymás között tudtak edzőmeccseket szervezni, illetve a játékosok közösen edzettek április 19-e óta. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!